milyen a somlói? Szuper. És ha tudnád, hogy hány somlóit megettem itt versenyre, Kiskolason. No, mesélj erről. Hát a somlói a kedvenc édességem. És annyira kedvencem, hogy amikor először énekeltem nyugaton, akkor az egyik ismerősöm kiküldetett utánam egy jó nagy adaggal, hogy akkor is szépen tudjak énekelni. Szóval mindig az a képzetem, hogyha nem eszem meg valamilyen csokoládést, ami a somlóihoz hasonló, akkor nem tudom úgy elénekelni azt az áriát. Ezért hát a somlói a somlói maradt. Edzés előtt, edzés után, iskolaszünetben, iskola előtt, iskola után, tehát mindig. Hát ugye azt áruljuk el, hogy te itt születtél Kiskunhalason. Meddig éltél itt? Pont az érettségi. És utána irány Pest. Ezekről a kiskunhalasi évekről ugye tulajdonképpen a fiatal éveid ide kötődnek. Ezekről meséljél meg nekem egy picit. Főleg a sportpályát tudnám megemlíteni, hiszen ott töltöttem az időm nagy részét. Hát mellette akkor cukrászdában nem nagyon jártam. De edzés előtt és után, hogy kellett a kalória. És hát a sportélményeim voltak a legjelentősebbek, míg nem, aztán ugye történt a balesetem, és elkezdtem énekelni. Úgy egyébként a világban most mire készülsz? Magyarországon egy nagy dologra készülök, hiszen megjelenik a DVD-m, ami elég komoly dolog a szószoros értelmében, hiszen operaénekes vagyok. És a hétvégén ennek a DVD-nek részleteit már be is tudom mutatni, Berlinben ott lesz egy bemutatkozó koncertem. Oda mehet akkor a következő adag somlói? Igen.